Jó reggelt, köszönjük szépen, már végig is beszéltük itt ezt a néhány másodpercet, felvezettük ugye Csonka Picivel a Nézd az élet jó oldalát, és mondtad, hogy nem használ nekünk semmit, mondtam, hogy dehogy nem, tegnap nekem például pár nagyon jó percet okoztál, amikor a klipet megnéztem, úgyhogy... Nagyon aranyos vagy, és örülök. Tényleg nagyon mosolyog. De várjatok, gyerekek, hát hogyha már a tegnapi napról beszélünk, sok ember életében a tegnapi nap fontos, hogy fontos volt, de hát a te életedben is, mert hát, igen. Hát ugye. Azt történt, hogy a születésnapom volt, igen. Isten éltessen téged. Nagyon kedves vagyok, és köszönöm szépen, hogy ezt a nézők is hallottam. Mondom, ilyen 100-150-en voltatok otthon, nagy buli, mindenki maszk nélkül. Igen, meghívtuk a polgármestert, szóval mindenki benne legyen. Nem, az igazi ünnepség az szombaton történt, a családi, szűk családi körben ültük meg ezt az eseményt, mert az unokám kint dolgozik Luxemburgban, és az ott volt jönni egy ilyen szűk hétvégére, és együtt volt az egész család, és ez nekem nagyon jól esett, és nagyon örültem neki, hogy ott vannak a lányaim, a gyerekek, mindenki, szóval unokáim, úgyhogy igazi ünneplés volt, és ez jó esett a lelkemnek. Hétfőn meg az ország ünnepelt, illetve rengeteg üdvözletet kaptam, és jó kívánságokat, és nagyon köszönöm ezt a kedves kis megemlékezést, és most rólam nagyon jól esik. Meg is hatottam én is, no hát akkor a Nézd az élet jó oldalát. Erről beszéljünk. Igen, ez egy új klip, amiben elképesztő helyes, vagyis mondjam, vendégtársak és szenészeket és ismert emberek, Csonka András, Jósi Barát, Lakatos, Megtid Latida, Pindrok Csaba, Oroszlány Szonya, Szabó Győző, Rezes Judit, lehetne sorolni Hajdú Sztév, Pataki Zita, Nagy Ervin, Simon Kornél, Grillus Dorka, és olyan helyes lett az igen, egész. Most elteszem a cédulát, mert nem tudom, hogy ennyire elfogod. Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. De tényleg igen. Olyan jó volt látni ezt az illusztris társaságot, hogy veled együtt éneklik ezt a, valójában mondhatnám, hogy hát nem egy nagy dalt, mert ugye mindannyian ismerjük kis túlzással ezt a magyar változatban még nem hangot. Ez a Always Look on the Bright Side. Right side a Brian életéből. Aki látta a Brian életet, azt szerintem azt... Aki meg nem, most megnézheti. Végülis a lényeg az, hogy egy nagyon komplikált és nagyon optimista tartalmú szöveget írt egyébként az eredeti szerző, és amikor ezt meghallottam, nekem rögtön bejöttek a gondolatok, és az, hogy olyan időben élünk most, ami valójában nagyon, tehát ilyen depressziós hangulatot áraszt mindenkinek, és arra gondoltam, hogy egyébként is egy nagy üzenet, és ezt magyarul közvetíteni igazán még nagyobb boldogság, hogy igenis az élet jó oldalát kell nézni, és ki kell mászni ebből a letargiából, ami mindenhonnan jön felénk, mert kell találni mindig egy pár kellemes pillanatot az életben, és bele kell kapaszkodni. Úgy, mint ahogy ez a fantasztikus klipben a kollégák, illetve a művészek megtiszteltek. Mindenki azonnal igent mondott neked? Igen. Elküldtük a koncepciót, vagy az magát a felvételt, és persze mindenki ismerte ezt a dalt, és hogy kötélnek álltak, ez egy fantasztikus nagy gesztus volt az ő részükről, amit soha nem fogok elfelejteni. Ez a Once in Life, egyszer az életben, és itt van a bandéspont, itt van a képernyőn, akit lehet látni, aki boldogan jött, és elsőként mondott igent, és nagyon szerette, és mindenki szerette, tehát ez látszik egyébként rajtuk, hogy... Ezzel mondom, hogy engem otthon ültem, este készültem erre a mai napra, és esküszöm, hogy fülig ért a szám, mikor megnéztem, és olyan jó leső érzés volt, hogy igen, tényleg van ebbe egy összefogás és egy boldogság. Téged ez vonz, vagy foglalkoztatott, hogy hogyan lehetne ebből a sok, hogy is mondjam, keserű, borús, nehéz napból kifele jönni, és akár egy ilyen nagyon egyszerűnek tűnő, de rendkívüli összefogást megmutató igen. Dalhoz nyúlni. Igen, sokat dolgoztunk vele, és tényleg sok előkészület volt. Amikor ez feljött, azonnal, mikor gondolom, ezt nekem meg kell csinálnom, mert ez magyarul nem hangzott még el, és nem is ilyen fordításban volt, ez egy nyilvános koncert, ahol pont a Hajdú Sztív énekelte ezt a slágert, de az eltűnt, és ennek azért egy másfajta üzenete van, és tényleg az az érzésem, hogy ez így jól is alakult, de sokat dolgoztam rajta, és sokat foglalkoztam vele, hogy hogyan lehetne megfogalmazni azokat a mondatokat, és átültetni, hogy tényleg mindenki nézze az élet jó oldalát, és engem ezt foglalkoztat, hogy hát egy pozitív sugárzást, legalábbis úgy érzem, hogy én azért vagyok a világon, hogy szórakoztassam az embereket, és hogy valami olyan jöjjön ki belőle, ami kellemes érzést kelt a nézőben. Nagyon helyes egyébként, ezt jól is csinálod. Pont azon gondolkoztam, ugye, mert millió klippet nézünk meg, egy csomó vendégünk van, aki pont emiatt érkezik
be a stúdióba, hogy elkészült egy dal, elkészült egy klip. Ezt hogyan vettétek fel? Vagy mindenki megkérte a párját, hozzátartozóját, hogy... De most tényleg komolyan nem, ez egy ilyen egykamerás, és igazán nagyon-nagyon... ezt mindenki szerelemből csinálta. Aha. Tehát most valójában az a helyzet, hogy egy telefonnal vettük fel egy gimbalal, és mindenkihez oda mentünk a számára legkedvesebb helye, és akkor ez ott zajlott, amire a legközelebb állt hozzá. De hát imádom őket, mert annyira jó figurák, és annyira, én nagyon szeretem, tehát tiszteletem méltó színész kollégák, és hát a Gáspár Laci is zseniális, mutat és játszik meg itt az Attila is, szóval mindenkit imádok, és nagyra tartok a saját műfaján belül, és az igazi gesztus volt az ő részükről, hogy az én hangom mögé álltak az arcukkal, és azért nagyon hálás. Jó volt hallani Jósi barátot is, aki egyáltalán nem tud énekelni egyébként. De ő neki nem kellett. De most úgy csinált. Hiszen az énekel szerintem, vagy helyettük, úgyhogy köszönjük. Szeretjük. Nagyon szépen köszönjük, és nézzük együtt az Élet jó oldalát. Neki is, hát fönn van a YouTube-on, lehet látni, és meg lehet nézni, meg kell keresni, nézd az Élet jó oldalát. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen, és boldog születésnapot utólag még egyszer.